amiket terveztünk, fejlesztéseket, beruházásokat, meg tudtuk valósítani. 5 testületi ülést tartottunk. A tényeknek hát nem egészen pontos interpretáció. Sokszor jönnek olyan plusz feladatok. Mi kell, hogy gondoljuk, hogy hogyan tovább. Jó gazdálkodás alapján tudtuk elérni. Ez egy központi téma. Egy új év kezdése az előző esztendő értékelésével indul jó esetben. Van mit értékelni 2017-ből, tínyén is jelentős változások történtek. Hogy melyek ezek, azokra természetesen a polgármester válaszol. Boldog új évet kívánok, polgármester úr, legelőször is. És egy friss statisztikai adattal szeretném, hogyha indítanánk a beszélgetést, mert összefügg a tavalyi év értékelésével. A pest-megyei települések közül Tínye a második legdinamikusabban fejlődő település lett az elmúlt év statisztikai alapján. Gratulálok ehhez az elismeréshez, azt gondolom, ennél jó évkezdést nehéz elképzelni. Rögtön azzal kezdeném, hogy egy jogos tájékoztatási igényt pótoltunk az elmúlt év végén, decemberben elkészült egy tínyei képeslap, amely nagyon lényeges dolgokat összefoglalta, és a képeslapba éppen még nem került bele, mert azt követően jelent meg a Portfólió internetes magazinban egy értékelés, ami kimondottan arra fókuszál, hogy mely települések fejlődnek létszámban, kiadott építési engedélyek számában a legdinamikusabban Pest megyében. Hát büszkén mondhatjuk el, hogy Tínye a második helyen szerepel a Portfólió értékelésében, első Tököl. Tínyén olyan kevés volt évekkel ezelőtt, és gondolom Tököl is ebbe esett bele, az kiadott építési engedélyek száma, hogy túl is lehetett szárnyalni, de az, hogy több mint 400%-kal túlszárnyalt a Tínye, ez örvendetes, és tényleg az itt lakók örömére, és egyáltalán Tínye fejlődését fogja szolgálni. Elsősorban feltételezem, hogy a betelepülők, beköltözők növelik a építési hajlandóság növekedését. Így igaz, de én azt gondolom, mint minden számot soha nem szabad csak önmagában értékelni szárazon, hanem nagyon-nagyon sok összetevője van ennek a folyamatnak. Mert nem feltétlen csak az, hogy Tínyén számos és nagy számban található üres telkek vannak, hanem egyáltalán a millió környezet. Mit teszünk mi hozzá, mit tesz hozzá a lakosság annak érdekében, hogyan fogadja az idejövő érdeklődőket, és hát mi célul tűztük ki, és ez a tínyei évértékelőben is benne van, hogy mi nem akarunk igazából versenyezni olyan Pest megyei településekkel, ahol már nagyon-nagyon kiterjedt iparterületi fejlesztések valósultak még meg. Tínye nem erre alkalmas, Tínye arra alkalmas, hogy egy a táji adottságaiból fakadóan egy élhető, kis és közepes vállalkozások számára nem zavaró tevékenységek honosodjanak itt meg Tínyén. Tehát legyen Tínye egy ilyen mágnes a szakmájukat kiválóan művelők, és hát nagyon különleges, értékes tevékenységet, vagy netán művészeti tevékenységet végző ideköltözőknek. Van arról statisztika, helyi felmérés, hogy mennyivel nőtt a lakosság létszáma mondjuk 2014 óta, amikor átvette a település vezetését? A gyakorlat mindig azt mutatta meg Tínyén, mint egy 15-18 évre visszamenőleg, hogy 10-20-20 pár fővel növekedett Tínye lakossága, soha nem volt csökkenés és stagnálás. Ellenben ez egy igen lassú növekedési ütem volt. 2014-ről 15-re még ez a szám volt a jellemző, majd 2015-ről 16-ra egy hirtelen növekedést tapasztaltunk meg, de nem csak abból fakadóan, hogy újak, új családok, új betelepülők jöttek Tínyére, hanem az itt lévő lakosság, és azt hiszem ezt egy korábbi interjúban már szóltunk erről, felkértük arra az itt élő embereket, akik elfelejtettek 10 éve bejelentkezni, vagy x éve, és az ő bejelentkezésük hirtelen megemelte Tínye valóban itt élő létszámát. Belső szaporulat? Mi mondható el? A belső szaporulat, tehát igazából az ide születettek száma és az ideköltözők és a gyermekek, ideköltöző családokban a gyermekek száma az jócskán meghaladja az időskorú lakosság
számát, és hát sajnálatos módon ugye az elhalálozások számát. Tehát fiatalodik a település. Fiatalodik a település. 2014-ben, amikor a bemutatkozó beszélgetést is készítettük, amikor ön polgármester lett utána, akkor ez egy eladósodott, nagyon sok teher alatt nyögő település volt a régióban, így kilógott egy picit Tínje, hiszen nagyon sok fejlett település van a környéken. Azért ahhoz képest eljutni oda, hogy dinamikusan, sőt Pest a megyében a második legdinamikusabban fejlődő település lett Tínje, ebben nyilván nagy szerepe van önnek, vagy annak a válságmenedzselésnek, amivel indította a ciklusát. Erről már sokat beszéltünk. A tavalyi év mit tett hozzá a 2014 óta látható fejlődéshez? Hát sokan sok mindent teszünk, és azt gondolom, hogy ezek aprónak tűnő, de bizonyos értelemben azért mégis meghatározó döntések és folyamatok, azok összeadódnak. És én mindig azt mondom a kollégáknak, és bármilyen fórumon, lakossági fórumokon, hogy én mélyen hiszek abban, hogy van egy pozitív spirál az életben, és van egy negatív spirál. Ez vonatkozik közösségekre, falura, vonatkozik családokra, egyénekre, és azt gondolom, hogy a pozitív spirálban van Tínje. Ehhez hozzátesznek az itteni vállalkozók, az itteni lakosok, a sok-sok rendezvény, az összefogás az egyházakkal, civil szervezetekkel, és hát azt is szeretném kiemelni, és egy picit hozzátenni, hogy nem csak a kiadott építési engedélyek száma, hanem sikerült olyan megoldásokat találni, és olyan pályázatokat nyernünk, amely mintegy 20%-ot meghaladóan növelte az aszfaltos utak számát Tínyén. Na most, ha ezt levetíteném 5%-ra, akkor 5 év alatt meg lehetne oldani egy Tínyének a teljes aszfaltozását. Reméljük, hogy a folyamat az hasonló lesz 2018-ban is. Ennek ellenére az átmenő forgalom az igen jelentős, és sok problémát okoz, és hát a tömegközlekedés sem egy egyszerű kérdés Tínye esetében. Igen, a tínyei képeslapban, amit kiadtunk, abban keserűségemnek adtam hangot a lakosság felé, és ez a keserűség az elsősorban ugye elviselhetetlen, mára már valóban elviselhetetlenné váló átmenő forgalomra vonatkozik, és vonatkozik a megoldatlan tömegközlekedésre. De azt gondolom, hogy most a második szempontot nézem, a tömegközlekedést, amennyiben Tínye létszámban dinamikusan fejlődik, akkor lesz évrendszerünk, lesz tárgyalási alapunk a vállalatok felé, tömegközlekedés lebonyolító vállalatok felé, hogy hát igen, most már itt az ideje, hogy sűrítsük a járatokat, és oldódjon ez a probléma. A átmenő forgalomnak a elviselhetetlenségét talán az alagút végén látjuk a fényt, mert éppen a minap most már elkezdtük a tárgyalást a Nemzeti Infrastruktúrális Fejlesztő ZRT által megbízott szakértő cég, építész cég, aki a Esztergom M1-es elkerülő útnak a nyomvonalát most már véglegesíti. Nekünk mindenképpen az a kérésünk a tervező cég felé és a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a kormány felé, hogy Tínyét túl azon, hogy el fogja kerülni ez az út, de nekünk mégis kell Pilis Csabával együtt egy úgymond szervizutat, egy megközelítő utat a csomópontokhoz, mert akkor fog véglegesen megoldódni Tínyének, a nagyforgalomnak a elterelése. Ha már említette Pilis Csabát, akkor itt térnék ki arra, hogy a testvértelepülésekkel, illetve a környező településekkel milyen a viszonya Tínyének. Erre egy jó példa talán az, hogy augusztus 20-án Pilis Csabával közösen ünnepeltek, közös rendezvény volt. Tervezik-e a folytatásban is ezt, adott esetben más környező település bevonásával? Nagyon-nagyon erős igényünk és elképzelésünk. A Zsámbéki-medence vonalatában, ugye Zsámbék tök pervál, de különösen nekünk, Pilis Csabának és Tínyének, hogy itt egy kerékpárút valósuljon meg a rendkívül. Ezen a héten is volt baleset, tehát szinte nem telnek el hetek, hogy ne legyen nagyon komoly baleset a Garancstó irányában, a rendkívül szűk kanyaroknál, és sem gyalogosan, sem kerékpárral nem tanácsos közlekedni, nem is lehet. Tehát egyszerűen
balesetveszélyes legmagasabb foka áll fenn. Én egy dologról szeretnék egy picit részletesen beszélni. Nekünk egy nagyon-nagyon szép természeti adottságokkal rendelkező tavunk van, a Garancstó. Üvegtigrisből ismerhetik a nézőt. Igen, igen. Tudni. Most úgy tűnik, hogy egy további kibontakozás indul el a vendéglátást illetően. Egy összejövetelt szerveztünk az üzemeltetővel, tulajdonossal, magunk és a piriscsabai testületi tagok, és egy ilyen összejövetelt szerveztünk Piris Csabával, Tinje üzemeltetők tulajdonos, és ötleteltünk, hogy Tinjének ezt fel kell használni. A Garancstó annak ellenére, hogy Tinjéhez tartozik közigazgatásilag és területileg, de nagyon-nagyon fontos Piris Csaba életében is, hogy egy közös kirándulóhely, a sportolóknak, futóknak, a tó körüli futásnak a lebonyolítása, és hát minél több rendezvényt tartsunk ott. Közösen szeretnénk meghatározni azokat a rendezvényeket az év folyamán, amelyek ide vonzák a turizmust, és hát egyértelműen kibontakozást jelent a területet illetően. Tudjuk nagyon jó, hogy védettség alatt van, maga a tó és környezete Natura 2000 természetvédelmi területbe esik, de úgy gondolom, hogy ami beleillik és nem zavarja az állatok, növények és a természetvédelmi hatóságnak a kialakult elképzeléseit, olyan jellegű rendezvények azok lebonyolíthatók a tó környékén. Erre majd még visszatérünk, mert ez már egy picit előrevetít. Mi viszont révedjünk vissza egy picit a közelmúltba, és különösen a tavalyi évre. Hát két kérdést itt mindenképpen felírtam magamnak. Az egyik az, hogy az intézmények hogy működtek, történt-e intézmények élén változás, illetve ehhez kapcsolódva, hogy évekkel ezelőtt már az iskola, egy nagyon jó felszerelt iskola, a régió egyik legjobban felszerelt iskolája, a tervek szerint pályázott, vagy legalábbis szeretett volna, szeretne a környék központi intézménye, oktatási intézménye lenni. Ez ügyben tudtak-e lépni már? És mi a helyzet a többi intézményükkel? Az iskola vonatkozásában sajnos nem sikerült még lépni. Nem tudjuk igazából az okát. Természetesen szervezeti területi változtatás is volt a Klik szervezet részéről, és hát most érthez tartozik ez az intézmény. Mi egyet látunk, hogy csökkenni nem csökken, stagnál jelenleg az iskolába érkező és ideirattatott gyerekek száma. Ez hozzá fog járulni Tinje, ha úgy látjuk, és megépülnek ezek az új házak, hiszen ide családok költöznek, és éppen most fogja tárgyalni a képviselőtestületünk a soron következő ülésen a iskolai körzet határnak a meghatározását. Egyelőre változatlan Tinje közigazgatási területe. Jó lenne kihasználni ezeket a remek adottságokat. Jó lenne kihasználni, szerintem folytatni fogjuk, vagy elindítjuk azokat a tárgyalásokat az új vezetéssel, területi vezetővel, hát ha találunk erre megoldást. Az óvoda tekintetében sajnálatos módon egy ismételt vezetőváltás történik. Most éppen a napjainkban a képviselőtestület ülésen pályázókat fogunk bírálni, tehát nagy valószínűséggel az óvoda élén új vezetőóvónő fogja megkezdeni a működését. Egyébként az óvodának a létszáma is stagnál, tehát viszonylag magas kihasználtsággal, 70 fő körüli létszámmal üzemel az óvoda, és hát a kötelezettségből fakadóan nem sokára talán megépül egy magánintézmény, amivel akikkel szerződést köt az önkormányzat ellátás tekintetében, és az pedig a bölcsödei ellátást fogja megvalósítani Tinjén. Azzal, hogy a Garancstó partján, környékén egy új kulturális rendezvénycentrumot képzelnek el, ezzel a tervei között szerepelt homokszobor fesztivál itt a focipálya mellett, az lekerült a napirendről, vagy esetleg a fesztivál átkerülhetne a Garancstó partjára? Nem került le a napirendről, folynak a tárgyalásaink annak a felkutatása érdekében, hogy milyen támogatott forrást tudunk felfedezni ennek érdekében. A homokszobor fesztiválnak a
ötletét mindaddig nem fogjuk elvetni, amíg nem, meg nem valósítjuk. Kellenek hozzá források, mert hát fel kell építeni, hogy külföldi művészeket is hogyan tudunk ide csábítani. De ezt csak azért forszírozom, mert az ötlet az remek, és a szemben egyedülálló, tehát nincs még egy ilyen típusú fesztivál Magyarországon, de a régióban sem nagyon tudok. Úgyhogy ez egy ilyen kuriózum, vagy hungarikum, unikum lehetne itt tényleg. Igen, vannak minták máshonnan is, mert különböző városokban, ha jól tudom, akkor Győrben is volt, Esztergomban is volt, de igazából hát ott úgy látjuk, hogy nem egy komplex fesztiválban gondolkodnak, hanem egy érdekességként oda visznek homokszobor. Mi a homokszobor alkotást. Mi arra törekszünk a helyben lakó művésszel, hogy minél nagyobbat, minél szebbet és gigantikus méretű szobrokat csináljunk, mert ez a lényege a homokszobrászatnak, hogy az a nehéz, hogyha minél nagyobb alkotást születik meg. Kollégáihoz hasonlóan önt is arra kérem végezetül, hogy értékelje 1-től 10-ig terjedő skálán, hányasra értékeli 2017-ben az önkormányzat teljesítményét, mindent egybevetve? Én azt gondolom, hogy mi bőven a felső harmadban vagyunk, tehát hogyha 1-től 10-ig, akkor semmiképpen nem a középmezőny. Tehát valahol a 7-es-8-as között lehetne ezt értékelni, és hogyha a feltételrendszer, a forrásoldal, a szervezeti oldal további változásokon megy keresztül, akkor és az összekovácsolódása vállalkozóknak a sok-sok ténykedése tényén meg fogja hozni azt az eredményt, hogy igazából vizuálisan, látványosan nagy valószínűséggel tényi az folytatja ezt az utat, és ki fog emelkedni. Kívánom, hogy ez sikerüljön 2018-ban is, aztán a folytatása. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.